A Jászlany-Koszolnok vármegyei főügyészség 2023. március 6-án halált okozó testi sértés büntette miatt emelt vádat azzal a 47 éves férfival szemben, aki a vád szerint 2022. augusztus 27-én, nem sokkal este 7 óra után, az egyik karcagi söröző előtt szóváltás közben ököllel fejen ütötte az egyik ittas férfi ismerősét, aki az ütéstől hanyatt esett és a fejét nagy erővel a betonjárdába ütötte, amitől olyan súlyos agysérülés szenvedett, hogy 10 nappal később a kórházban elhunyt. Az ügyben megtartott újabb tárgyaláson iratismertetésre, perbeszédekre és határozathirdetésre került sor. A vádott szándék a testi sértésre irányult. Jelen esetben a terhet által alkalmazott előbehatás mértéke alkalmas volt arra, hogy a sértet annak következtében elessen. A vádott tudattartalmában fel kellett, hogy merüljön, hogy a nála jelentősen alacsonyabb, lényegesen idősebb és általa is többszörösen hangsúlyozottan erősen ittas állapotban lévő sértett megütése azt eredményezheti, hogy a mögötte lévő betonjárára esik és abba a fejét beleüti. Ezáltal a vádott tudata legalább esetlegesen átfogta a testi sértés lehetőségét, tehát előre látta maga tartásának következményeit, és ezáltal belenyugodva hajtotta végre a cselekményét, a vádott által tanúsított elkövetési magatartás tehát esetleges szándékkal testi sértésre irányult. A következő tisztázandó kérdés a halálos eredmény bekövetkezésének értékelése. A terhelt cselekménye jóval tehetetlen következményei, tehát az, hogy a sértett az ütése és fejének a járdához történő csapódása következtében az életét veszti, azért nem látta előre, mert a tőle elvárható figyelmet és körültekintést elmulasztotta. Így annak ellenére, hogy a sértetti ittassággal tisztában volt, adott körülmények között nem mérte fel megfelelően, hogy az ittas sértett állapotában következően bizonytalan egyensúlyi állapota folytán az ütéstől elesik, a szilárd kemény bontalakhoz csapódása során a fején az élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szenved el. A védőügyvéd szerint Védence nem ököllel ütötte meg a sértettet, hanem tenyérrel. A testi sértésnél a szándéknak a bántalmazáson túlmenően a testi sértés, testi sérülés okozására is ki kell terjednie. És ebben a jó esetben emelném ki azt, amit a leginkább vitatok az ügyészi álláspontból. Szó szerint a következő szerepel ebben a vihában. Nyitott tenyérrel történő ütés esetén általában nem lehet a testi sértés szándék. Ezért például, ha egy ilyen ütés következtében a sértett elesik és súlyos sérülés szenved, gondatlanságban okozott súlyos testi sértés, ha az elesés folytán bekövetkezett súlyos koronyasérülése során meghal, gondatlanságban elkövetett emberülés vétsége alakítható. A vádlott az utolsó szó jogán annyit mondott, hogy nagyon megbánta a tettét. Az ítéletet dr. Hajdú Anna bírónő hirdette ki. Vádlott bűnös testi sértés büntetében. BTK 164. paragrafus első és harmadik bekezdése és a 8. bekezdés második fordulata. Ezért a bíróság a vádlottat 3 év szabadságvesztésre és 4 év közügyektől eltiltásra ítéli. A szabadságvesztés büntetés végrehajtási fokozatát börtönben állapítja meg. A vádlott feltétele szabadságra bocsátásának legkorábbi időpontja a büntetés 2/3 részének a kitöltését követő nap. Dr. Hajdú Anna bíró megindokolta a bíróság döntését. Elmondta, a vádlottat korábban hasonló jellegű bűncselekmény miatt már elítélték, igaz, akkor felfüggesztett szabadságvesztést kapott. Továbbá a bíróság a jogos védelmet sem látta a vádlott javára megállapíthatónak. A orvosszakértői vélemény a sértett halálához vezető okfolyamatba egyértelműen azt a megállapítást tette, hogy a sértett által elszenvedett sérülések és az őt értő ütés között okokozati összefüggés áll fönt, a sérülései ennek következtében, az ütés következtében keletkező elesése kapcsán keletkeztek és vezettek a sértett halálához. A bíróság e tekintetben a védő azon álláspontját, hogy nincs bizonyítva a vádlott irányából a sértett vonatkozásában az ökölütés nem értett egyet, és nem értett egyet azon megállapítással sem, hogy tenyérrel ütötte meg a vádlott a sértettet, így maximum az ő rovására
a gondatlan emberölés bűncselekménye lenne megállapítható. A vádlott, valamint védője szigorúnak ítélte a bíróság ítéletét, így enyhítésért fellebbeztek. Az ügyben a másodfokon eljáró szegedi ítélőtábla fog döntést hozni.